Sziasztok, ez itt a Lapról Lapra, és ma olyan könyves borítókról fogunk beszélni, amik félrevezetnek embereket, köztük engem is. Azon kívül, hogy ezekről beszélnék, fogom az ellentéteiket is említeni, és itt ezért fontos kiemelni, hogy itt nem csúnya vagy rossz borítókról, hát valamilyen szempontból rossz. De mindegy, szóval nem csúnya borítókról lesz szó, hanem olyan könyvekről, amik nem tükrözik szerintem a könyv tartalmát, vagy pedig elég félrevezető tud lenni szerintem. Ezért olyan borítókról fogok még ezeken kívül beszélni, amik viszont nagyon tetszik az bennük, hogy kb. Csak átsuhan rajtuk a tekintetem, és nagyjából tudom, hogy mire számíthatok, és nem egy-egyet fogok ezekből kiragadni, hanem tudjátok, mint hogy meglátjátok. De kezdjük a lényeggel, azokkal a borítókkal, amiket nem értek, hogy miért így vannak, és még egyszer hangsúlyozom, ezek nem rossz borítók, hanem csak nem értem, hogy miért ezt kapták, és ez nem van le a könyv tartalmából, és abból sem, hogy mennyire jól néz ki a polcom, mert tegyük a szívünkre a kezünket, persze biztos rengeteg olyan moly van közöttünk, aki tényleg csak a tartalom érdekel, én már rájöttem magamba, hogy nekem a hobbim nem csak az olvasás, hanem a könyv vásárlás, a polc díszítés, könyvek rendezése, simogatása, bámulása, és emiatt hát sokszor elengedhetetlen számomra, hogy egy könyv szép legyen. Persze rengeteg példa van, amikor egy könyv csak azért van a polcomon, mert nagyon érdekel a tartalma, és hát a borító az nem tetszik, és hát itt most rengeteg ilyen példát is fogtok látni, meg hát már korábban is azért beszéltem erről. Tehát nyilván nem minden a borítón, nem fogok csak azért megvenni egy könyvet, mert szép. Na jó, vettem már meg úgy könyvet, csak azért, mert szép. Na de a nagyobb százalékban azért nem veszek meg olyan könyvet, ami szép és egyáltalán nem érdekel. Ne dumáljak, vágjak bele. Jó. Ugye az egész téma, amit legutóbb említettem, a Jodi Picoult könyvekből indult el a fejemben, méghozzá legutóbbi alkalommal, a bódító méz miatt, és igen, méhecske van rajta, illik a mézhez, illik ahhoz a szálhoz a könyvben, ami a méhészetről szól, de hát nem egy kellemes, üde, nyárias, kedves kis borító, ez egy olyan könyvhöz, amiben egy gyilkosság, bántalmazás, és elég kemény hát társadalmi téma van. Szerintem de. És pont emiatt jött az, hogy beszélgettem emberekkel arról, hogy vajon miért nem igazán nyúlnak a Jodi könyvekhez azért, meg nem azt mondom, hogy nem olvasa senki, hisz bestseller, nagyon sokat szeretik, de nem mindig hallok, vagy nem annyit, mint a legtöbb hype-olt könyvről róla. És hát amúgy megértem miért, mert ha én annó nem kapom kölcsön az első Jodi könyvemet, mert biztos, hogy én sem úgy mennék oda, főleg a régi borítók, de arról majd mindjárt kitérek, hogy hú, ennek biztos mély tartalma van, és biztos életem könyve lesz, mert nem. Az új borítók nem, mert sokat javítottak a helyzetem. Az új könyveiből, amiket nem értek, például a Két út könyve, amit nemrég emlegettem más miatt, ez egy Egyiptomban játszódó történet, legalább fele a lányban. A képen van egy lány, egy egyáltalán nem egyiptomi helyen, egy olyan helyen, ahol valószínűleg nem is járt, azt hiszem, az főszereplő, meg madarak, semmi, mumia, Egyiptom, piramis, valami, nem értem. Persze nem mindig kell pontosan passzolni a történethez a borítónak, de nem értem ezt a borítót. És azon kívül, hogy a betűi csillogó aranyok, nem hiszem, hogy megragadná a tekintetem, és érdekelne, hogy mi van benne, ha nem tudnám, hogy ki a szerzője. Ugyanez a nővérem húgával. Ott például pont a régi borítónál érzem azt, hogy mivel sötét
fekete, szürkés, ezért adja ezt a hangulatot, hogy azt gondolhatom róla, hogy itt valami kicsit azért borúsabb téma van, és nem úgy, mint a két új borítójánál, aminél például itt két vidám kislány pörög a napfényben, ami nem is ilyen kicsik, és egyáltalán nem vidámak. A könyv egy Perről szól, miszerint a fiatalabbik lány perli a szüleit, mert őt, az ő sejtjeit használják fel, hogy életbe tartják a nővérét. Erről a borítóról nem tudom, hova raktam, hogy... Az első Judy Pico könyvem volt az Egyszerű igazság, ezzel a borítóval. Ti mit gondolnátok, miről szól? Ugye, olyan semmilyen utáltam ezeket. Az új borító viszont már szerintem nagyon szuper lett, úgyhogy ezt el kell ismerni. Megvan a sötét, borongós, ami illik a krimi thriller vonalhoz, és hát az amis szekér, úgyhogy itt nincs semmi, de ez a régi. Aztán itt van az Életcikra, ami valljuk be egy gyönyörű borító. Imádom ezeket a színeket, ezeket a foltokat. Ez a könyv egy TUSZ drámáról és az abortuszról szól. Biztos van koncepciója, nem mondom, hogy nem. De biztos nem egy TUSZ drámás, abortuszos könyvre gondolnék, mikor meglátom ezeket a rózsaszín és vidám színeket. Ti hogy vagytok ezzel? Nem akarom az egész videót Judy könyvekre elhúzni, mert kb. Végigmentnék szinte az összesen. De azt hiszem, ki kell emelnem a Vezeklést, ami gyönyörű, nem? Szép, virágos, rózsaszín, olyan kis kedves. Kár, hogy a holokausztról szól a könyv. Mert szerintem a színek fontosak. Például, ha elmegyek egy vásárra, vagy egy könyvesboltba, mivel én szeretem a pszichotriller, krimi könyveket, ezért mindig valahogy jobban megakad a szemem a sötétebb tónusú könyveken, mert hát nyilván legtöbbször ezzel dolgoznak. A holokausztos könyveknek is megvannak szerintem a maga jegyei, erről majd beszélünk később. Na de kicsit kilépjünk Judy témából, mert már valószínűleg unhatjátok tőlem. Ami eszembe jutott, hogy olvastam, és szerintem mindenki rajtam kívül, az a Csillagainkban a hiba, ami nekem egy ilyen cuki, gyerekkönyves, tinis valamire emlékeztet, miközben azt hiszem, mi tudjuk jól, hogy egyáltalán nem cuki. Az, hogy tinis, az oké, de komoly halálos betegségek, halál, szívszorító sorok, szóval minden, ami nem cukiskodás. Úgyhogy én ezt a borítót is annak mondanám, hogy azért félre tudja vezetni szerintem az olvasókat, és amúgy azért is áldom a Molynak a címkézéseit, mert most már nem bízok ezekben, úgyhogy meg kell néznem mindig, hogy milyen címkék vannak egy könyvben. A másik ilyen nekem az Kohónak néhány könyvem, amit nem mondom, hogy teljesen félrevezetően, csak nekem például azon kívül, hogy nagyon hype-olt író, sokáig amiatt sem fogta meg így a figyelmemet, hogy nem érzek semmilyen mélységet a borítókban, és hát főleg ezekben nem. Ugye november 9-et olvastam, és oké, rajta van, hogy november 9, meg talán ezek könyvlapok, ami a háttér, nem tudom, meg a város a 9-esben, de hogy ugye ez egy Rubin pöttyös könyv, annyira nem erotikus szerintem, szerelmes könyvecske, és hát inkább azt gondolnám erről, hogy egy ilyen, nem tudom, légikatasztrófás, nem tudom, miért ez jut eszembe, de hogy rajta van egy ég, november 9, piros, narancsárga, kicsit olyan zuhanásos, egyáltalán nem erre a szerelmes, tinis dologra gondolnék. Itt meg pont, hogy igen, mivel virág és lila és cuki, miközben egy elég komoly témát feszeget, szóval Kohónál sem mindig érzem azt, hogy azt mutatja a borító, ami a tartalom. Ezen kívül még egy molyos beszélgetésnél, legalábbis egy könyvértékelésnél, a már többször említett
Hófehérke Molyon, ő ez a neve, Biának, értékelt egy könyvet, ha elmondta, hogy mennyire mély, ennyire jó a történet, és úgy kezdte az egész értékelés, hogy a borító borzalmas, és meg is mutatom nektek miért, és rögtön együtt az írónő másik könyvét is. Hát nekem nincs az az Isten, hogy erre rá is néztem volna egy boltban, megmondom őszintén. Nem is az, hogy nem szép, amúgy se szerettem, emberek vannak a borítón, de ezen lépjünk túl, de állítólag egyáltalán nem is azt mutatja, hogy mennyire mély tartalommal bír ez a történet, vagyis hát mindkét történet. Persze van benne humor, és miközben a két főszereplőből az egyik az elengedést tanulja, a másikuk pedig a koraszülésről, koraszülést mutatja be a másik nő szemszöge, és gördülékeny, könnyed, de mégis mély témákat feszeget, amire ez a borító nem erre utal, maradjunk ennyiben. Úgyhogy itt is erről beszélgettünk, hogy ez megerősített abban, hogy ezt a videót meg szeretném csinálni, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti találkoztatok-e már ilyennel. Úgyhogy megkérdeztem titeket Instagramon, és ti is küldtetek pár könyvet. Az egyiket például könyvhajó küldte nekem. Ő úgy fogalmazott először, hogy a Dream könyvek egy nagy része, ahol ezek a kis rajzolt szereplők annak a borítón, mint például a most megjelent Jégtörő, amire én ránézve nem is érdekel nagyon, mert pontosan erre a cukiskodós, kis romantikus, kis cívódós dologra gondolok, miközben állítólag eléggé hát erotikus, és nem az a könnyed romantika fajta erotikus, hanem igazán koncentrál a szexuális tartalomra. Hát igen, ezek a most nagyon népszerű, rajzolt, színes, karakteres borítóknál szerintem mindig az, hogy ilyen könnyed csiklitet gondolnál, miközben most már azt hiszem ebben lassan a kategóriába belefér a állandó szexuális jelenetek sora. Úgyhogy számomra ez is félrevezető tud lenni, de mintha ez engem úgy annyira bántana ilyen szempontból, de azért gondolom, ha valaki ilyen könnyed kikapcsolódásra vágyik mindenféle durvább szexjelenet nélkül, annak azért elég kiábrándító lehet, gondolom. A másik, amit küldtetek, az Bonnie Garnustól a Minden kémia. Én ezt nem is ismertem, és azt hiszem nem is raktam volna soha a kívánságlistámra, de elolvastam az értékeléseiteket, meg amit írt róla a küldő, és közben olyan fontos témákat feszegent, mint a nők helyzete az 50-es években, milyen társadalmi elvárások vannak egy háziasszonnyal szemben, hát és hogy mennyire voltak egyáltalán korlátozva. Összefoglalva egy kicsit a feminizmusról, ha jól tudom, és hát ebbe azért beleférnek a szexuális zaklatás dolgok is, szóval elég kemény, miközben van egy ilyen cuki kis színes borítója, ami egyáltalán így, hát így nem gondoltam volna, bár ahogy ránézek a nőre fönt, az úgy sugallja ezt a tartalmat, talán lehet, hogy annak kellett volna egy kicsit erőteljesennek lennie, de köszönöm, hogy elküldted. Másik, amit írtatok még, az Elena Ferrantének a nápolyi regényei, főleg a Brilliáns barátnőm, de a többi régebbi borító. Ugye a Brilliáns barátnőmnél ez az esküvős, és hát a többi réginél is. Hát ez a, bocsánat, gagyi borító, és kicsit semmit mondó, és hát szerintem sokan tudják, nem árulok el nagy titkot, hogy Elena regényei hát elég mély tartalommal bírnak, emberi sorsokról szólnak, és hát komoly személyiségfejlődésekről. Hát amit valljuk be, szerintem ezek a borítók max egy ilyen hétvégi kis könnyed valami olvasmány sejtetnek, nem ezt érdemli ez a könyv sorozat az alapján, amit látok, és
sokszor használom ezt, hogy egy könyv megérdemel el egy borítót. Lehet, hogy ez furán hangzik, de sokszor szoktuk így is, akár Petrával, vagy másokkal beszélni, hogy ez a könyv megérdemli a kemény borítót, vagy ezt a díszítést, vagy ezt, vagy hogy kultkönyv legyen, vagy ilyen könyv legyen, mert szerintem egy jó tartalom tényleg megérdemel egy gyönyörű külsőt is, hogy még nagyobb figyelmet kapjon. Miért? Igen, már a videó elején a szívünket tettük a kezünket, ez is számít, szerintem sokunknak. Akinek nem, annak mindegy, persze, de sokszor számít, hogy valami mitől népszerű és mitől nem. És lehet, hogy ez a kisebbik rossz, ha egy jó tartalomhoz nincs szép borító, mint amikor van egy csodálatos borító, és belül a könyv az meg... Nem tudom melyik. Szerintetek melyik a rosszabb? Írjátok meg. A következő, amit küldtetek, mielőtt megismertelek, ez az újabb fajta kis rózsaszínes borító. Szerintem ez is, amit mindenki ismer szinte, ha más nem a filmből, hogy azért itt eutanázia, fogyatékosság, hát komoly érzelmi traumákról beszélünk ennél a könyvnél. És hát, ha ránézek erre a borítóra, ez a maximum annyi részét teszi ki így ránézésre a könyvnek, amikor így úgy Luisára gondolok, a kis a méhecske síkos harisnyájával, de a történet többi részére azért valóban érdekes választás. Te mondtátok még ezt a könyvet, ami megvan nekem is, ez a Téboly otthona, amin van két nő, és hát én már olvastam annyi jót erről, de annyi jót, hogy ez úristen milyen durva lélektani thriller, és ha ezt nem olvasom vagy látom, biztos, hogy szinte rá se nézek amiatt a borító miatt, mert jó vörös, ami legalább már úgy közelít a thriller színhez, de hát nincs meg benne a borítóban szerintem az, ami kifejez egy ilyen durvább thrillert szerintem. De lehet, hogy megint csak a emberek a borítón nem tetszésem szól meg belőlem, de aki küldte, szintén egyetért velem, szóval kíváncsi, hogy ti mit gondoltok. Ebből az ember a borítón dologból eszembe jutott egy beszélgetés, amit szerintem az Álomgyár olvasós csoportban láttam, és az ezzel a könyvvel kapcsolatban volt az N.L. Green elfojtott indulatok, és nem arról beszéljünk, hogy megint egy kocka alsó pasi van egy könyvön, mert mindegy, tudom, hogy rengetegen szeretik, én már nem is tudom, hogy van ez nálam. Mindegy, ez lényegtelen. Szóval itt például valaki lefotózta ezt a részt a könyvben, hogy elvileg a főszereplő férfi, aki ugye a borítón látható, annak a mellkasa tetovált, hát és ez így nyilván láthatóan nem stimmel, ha csak nem valami olyan részen, hogy pont kitakarja Jackie. De itt szóval nem is ezzel, mert ez még azt mondom, hogy jó ez van, nézzük el, de rengetegen írták, hogy nagyon sokszor van. Én most így emlékezetből nem tudom, de ha nektek van ilyen a fejetekbe, szóljatok. Olyan, hogy ha már ember van a borítón, akkor az stimmeljen a karakterre, ha már nem bízzák a mi képzelőerünkre, hogy néznek ki, akkor legalább úgy néznek ki a borítón, ahogy le van írva, és sokszor van az, hogy valaki szőke a borítón, de vörös a könyvben, ilyen szeme van, olyan szeme van, vagy valami olyan tulajdonság van rajta, aminek hát nem felel meg a borító. Ha van még ilyen a fejetekben, osszátok meg velem, mert ezt én se szeretem. Illetve küldtétek még nekem a Mákháborút, ami nemrég jelent meg az Agavénél, ami amúgy gyönyörű borító, csak például mondtátok, hogy a könyvben egyik főszereplő sem használ íjat és nyilat, itt pedig látszik, és hogy idegesítő, hogyha olyan van a borítón, ami a könyvben ugye nem jelenik meg. Én imádom, mikor olvasok egy könyvet, és egyszer csak rájövök, hogy ez ezért van a borítón, de jó. Hát, és ennek az ellentéte elég idegesítő tud lenni. Aztán még így gondolkodtam, hogy milyen könyv van a polcomon, és ez eszembe jutott, hogy a Lira raktárvásárnál még említettem is nektek, hogy vagy háromszor elmentem ezelőtt a könyv előtt,
mert nekem ez egy ilyen valami cuki, rózsaszín, pillangó, bár szeretem a pillangókat, de nem ebben a rózsaszín virágos cukis borítóban. Aztán valahogy így, ahogy így válogattam körülötte, megakadt a szememen ez a mondat, hogy a Madison Springi rejtély, és hát a rejtély az már sejtett valamit, hogy lehet, hogy ez mégsem csak egy ilyen kis habos-babos történet. A kegyetlen gyilkosság áldozatával vált Amy utolsó gondolata ez volt, ne félj, Matti, veled maradok. Mert aki gyerekfeje, tehetetlenül szemléltek is, barátnője megerőszakolását és meggyilkolását, bla bla bla. Hát na. Értem, virág itt letört szirmok, de jaj. Na hát és akkor beszéljünk azokról, amit én elvárnék valamilyen szinten a könyvborítóktól, tehát hogy ne csak szidjunk, hanem dicsérjünk is. Én például imádom a könyvmagyképzőnél és a most már a Maximnál is, nem tudom máshol van-e ilyen, de ezt a rendszert, hogyha ránézek a borítóra és van rajta egy ikon, ugye a könyvmagyképzőnél valamilyen pötty, a Maximnál, hogy Dream válogatás, Mont Blanc, Passion, pontosan nem tudom mik vannak, akkor azért már rögtön tudom hova rakni. Ugye a kristálypöttyös könyvek, de azokat is megnézitek, itt vannak, azért eléggé sötét mindegyik, jó két fehér kivételével, de ott is megvan a piros, szürke, fehér, tehát kristálypötty, pszichotriller, és megvan a sötét vonal, ránézek, egyből tudom, mit várok. Ugyanez a rázós könyvekkel, mindegyik sötét, egy-kettőt kivételével, de ott is a vér piros, azért látható, és emiatt ezek a pöttyök szerintem nagyon nagy segítségek abban, hogy akár fülszöveg olvasás nélkül is tudjam, hogy egy könyv egyáltalán nekem való vagy nem. Például én nem szeretem mostanság annyira a fantasy-kat, bár kezdek nyitott lenni feléjük, és emiatt szinte sose nézem meg a Zafír pöttyös könyveket, pedig kéne, de így legalább tudom. Ha meg kijön egy új kristálypöttyös, akkor meg rögtön elolvasom. És ugyanez a Maximnál a megfelelő kategóriákban, szóval ezt szeretem. És akkor itt térhetnénk vissza például a holokausztos könyvekre, ahol hát általában három jellemző van, amiből egyről tudod, hogy ebben a témából fogsz olvasni. Az egyik a csíkosság, a másik egy régi fotó valamivel áttűzve, vagy ez a drót rajta, és a harmadik, hogy vagy sínen, vagy egy olyan városban áll egy nő, vagy gyerek, bőröndel a kezében, és hátulról látjuk messziről. Ebből is rengeteg van, de ránézek, tudom, hogy ez egy holokausztos téma lesz, és lehet, hogy klisés, lehet, hogy több van ebből, de valahogy így biztos, hogy nem okoz csalódás, mert tudom, hogy erről fog szólni. És ilyen még az ajtós könyvek, ami eszembe jutott, így például erről, de mutatok többet, amit olvastam is, vagy láttam, hogyha ajtó van a borítón, akkor több mint valószínű, hogy valami családom belőli erőszakról van szó, ugye a bezárt ajtón belül nem tudjuk, mi történik, szimbóluma, kicsit ez. Tehát nem azt mondom, hogy mindig, de mint látható, azért elég sokszor. Például így van, így sokszor vonzák a szememet az ajtós, vagy ilyen kopogtatós borítók, mert szinte biztos vagyok benne, hogy valami ilyen témáról szól, ami mondjuk például engem érdekel. És hát remélem senkit nem hagytam ki, és bántottam meg a véleményemmel, mert nem ez volt a célom. Kíváncsi vagyok, ti erről mit gondoltok? Van-e még ötletetek a jó témában, vagy pont, hogy abban, ami teljesen félrevezetett bennetek, vagy nem az volt a borítón, vagy nem azt adta vissza, amire számítottatok, minden nagyon érdekel, írjátok meg. Én nagyon kíváncsi vagyok rá, úgyhogy találkozzunk legközelebb is, lapról lapra. Sziasztok!